Köszöntelek itt Los Angeles, California, Hermosa Beach-en, földi, és mindjárt is mondom, hogy miért földi, hiszen hol születtél? Kazincbarcikán. Meglepődtem ezen. Hát ezt kevesen tudják. Kevesen tudják, és viszont nagyon, nagyon jó, mert több esetben Kaliforniában találkoztam olyan ismert emberekkel, akik Kazincbarcikához kötődnek, illetve valamilyen kazincbarcikai múlt van, vagy ott született, vagy oda jártak iskolába. Ismét nyertetek, most sikeresek voltatok valamit, és nyertetek valamit. Mi is ez pontosan? Igen. Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, ez a Britain's Got Talent történelmének legnagyobb versenye volt. Ez egy internetes szavazás volt, és a 12 széria, tehát 2007 óta 2018-ig mind a 12 széria összes győztese, második helyezettje, illetve egy-két harmadik helyezettet belerakták egy nagy, ugye ez most a világbajnokság kapcsán elindították ezt a történetet, és ezt a 12 szériát megversenyeztették a produkcióival, és ebből az Attraction lett az első. Tehát megnyertük tulajdonképpen a Britain's Got Talent összesített versenyt. Tehát nem csak egyet nyertünk meg, amiben mi voltunk az első külföldi előadó, aki megnyerte a Britain's Got Talentet, hanem az összes közül mi lettünk a legjobb. Tehát ez hatalmas nagy dolog, hogy még 5 év után is ennyire megmaradtunk a közönségnek az emlékezetébe, és ennyire mellettünk adták le a voksot. Hát ez szinte hihetetlen, és tényleg gratulálok, és gratulálok az összes magyar ember nevében ez. És ami nagyon nagy dolog volt, hogy ezért tényleg a magyar közönségnek a szeretete, ami ennek a kapcsán és közben a szavazás közben felénk áramlott, és ahogy gratuláltak, és hogy mellettünk voltak, és voksoltak ők is, és izgultak, hogy mi lesz az eredmény. Ez nagyon nagy dolog volt, ahogy így. Tehát végülis egy emberként mellettünk állt az összes magyar a világ minden pontjáról. Szóval ez nagyon-nagyon nagy dolog volt szerintem. Úgyhogy nagyon-nagyon büszkévé is tett minket arra, hogy ismét, hogy magyarok vagyunk, és ez egy nagyon-nagyon jó érzés volt számunkra. Szerintem az országból legtöbben a Hip Hop Boys-ból ismernek, én nekem is onnan vannak emlékeim, és ugye a Hip Hop Boys, ha jól emlékszem, az a nagyon-nagyon-nagyon sikeres volt, és egyszer csak bejelentétek, ugye mondhatni a csúcson, hogy abba adjátok. Miért volt ez? Hát ez szerintem egy tipikus magyar szokás, amikor így a csúcson abba hagyjuk, és mindenki más felé szeretne elmenni, vagy legalábbis vannak olyan emberek, akik a csapatból más felé szeretnének elmenni, és hát abba hagytuk, de hát a csúcson kell abba hagyni, szerintem ez egy fontos dolog. De mi azért elég szép sikereket értünk el, tehát a Michael Jackson előtt, az előző zenekar Németországban, Lengyelországban megjelent a lemezünk, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egy szép időszak volt az életemben. Te már akkor tudtad, hogy ugye az életedben jön egy váltás, és tudtad az utadat, hogy a tánc? Nem tudtam az utamat. Nekem az utam meghatározott. Tehát a tánc számomra az meghatározó volt mindig is. A tánc hozott mindent. Tehát én bréktáncosként kezdtem a 80-as évek végén, autodidakta módon, tehát saját magamat tanítottam, saját magamat képeztem. Utána a hip-hop táncba is saját magamat képeztem, és tanultam meg a mozdulatokat, és elemeztem ki annyira, hogy majd a későbbiekben ezt tudtam tanítani. Tehát, hogy igazából számomra nem volt más választási lehetőség, és nem ez volt, hogy most én ebbe fogok kiteljesedni, hanem ez volt, és én ezt csináltam, és ezt abszolút felvállalom bármelyik pillanat. Mennyire voltál tudatos abban egyébként, hogy a sikerén meg kell dolgozni, és hogy azt nem csak úgy ugye tálcán kínálják? Nézd, nekem a sikerért mindig meg kellett dolgoznom, tehát hogy ez számomra ez nem egy újszerű dolog, mert annak idején is, amikor bréktáncosként is voltak hullámvölgyeim, hogy abba hagyom a táncot, nem hagyom abba a táncot, tehát ott például Salgótarjánban, mert utána Kazincbarcika után Salgótarjánban éltem, ott például nagyon nem volt egy nagy bréktáncos őrület. Tehát ott például volt olyan gyakran, hogy kint a poroló előtt kellett edzenem mondjuk a szőnyegen, tehát hogy ilyen dolgok voltak, tehát azért ehhez kellett egy nagy akaraterő, hogy ez mindig megtartsa bennem a lelket, és a kitartást, azt, hogy én amit csinálok, az jó, és ezt csinálni kell. Tehát, hogy azért ilyenek voltak, ugyanúgy a hip-hop boys sem volt egy egyszerű kezdés, tehát, hogy mindenkiben a siker marad meg, és az, hogy mennyi lemezt adtuk el, mert mi voltunk például az utolsó zenekar, amelyik gyémánt lemezt adott el Magyarországon.
De például nekünk az első fellépésünk, a soha nem felejtem el, amikor Siófokon szilveszter estén arra kértek, hogy akkor menjünk le ingyen, adjuk elünk, amink van, és aztán utána se benzínpénz, semmit nem fizetnek, és utána volt egy fellépésünk Pilis, Poros Jenő, vagy nem tudom, valahol a Pilis, nem tudom hol, és ott azt mondták, hogy jó van, srácok, nem tudjuk, hogy kik vagytok, de ha felléptek és tetszik, akkor kifizetjük a benzinköltséget. És kifizették a benzinköltséget. Tehát, hogy végülis ennyivel beljebb voltunk, tetszett a műsor, és ennyi. Utána jött, illetve ugye nekem, ami van, ugye, ami meghozta igazából nektek a nagyon nagy áttörést, illetve a sikert, ugye, amivel ugye világhírűek lettetek. Árnyéktánc, jól mondom? Hát árnyéktánc, igen, ugye? Árnyéktánc, és ahol egy kicsit mesélj már, hogy az egyébként hogy jött, azt, hogy röviden, hogy elmondnád, hogy egyáltalán hogy találtátok ki. Ennek azért egy kicsivel hosszabb története van ennek az Árnyék Színháznak, mivel alapvetően ugye 2004 óta foglalkozik az Attraction, mint olyan az egyik divíziója, mert ugye előtte nekem azért volt szólólemezem is például, ami nem lett akkora publicitásra, és nem látott akkora publicitást, pedig szerintem tök jó volt, de ezek más helyzet, tehát ezért is ugyanúgy meg kellett dolgoznom, ezt is ugyanúgy meg kellett csinálnom, és 2004-ben az Attraction fekete színháza, tehát Attraction Blacklight Theater néven, ezért is van most egy kicsit így keveredés itt, hogy most Attraction Blacklight Theater, Attraction Shadow Theater, szóval azért vannak itt benne érdekességek. Tehát nem látom, de alapvetően mi Blacklight-tal, tehát egy olyan UV produkcióval hódítottuk meg úgymond Magyarországot és a környező országokat, amikor teljesen fekete közegben, UV-reagens ruhákban táncoltunk, és az emberek repültek a levegőbe, elváltak a testrészek külön. Tehát egy táncba öltött bűvésztrük ezzel. Hát, hogyha esetleg nem tudom, hogy valamit mond-e neked, annak idején egy tehetségkutatóba feltűntünk Magyarországon, és ott a kezek és a kalapok, amikor így rohangáltak jobbra-balra, az például egy nagyon nagy siker volt számunkra ott Magyarországon, és akkor nagyon-nagyon felkapott minket mind a média, mind a közönség. És utána, mivel én mindig keresem az újabb és újabb kihívásokat, és az újabbnál újabb lehetőségeket, 2010-ben elkezdtünk ezzel az árnyék műfajjal is foglalkozni. Kíváncsi lennék, hogy te, amikor ugye ezt elkezdtétek, te érezted benne ezt a hatalmas lehetőséget, hogy gyakorlatilag egy világ megnyílik előttetek? Abszolút, én ezekbe látom. Tehát, hogy én mindig, amikor alkotok valamit, akkor én úgy alkotom meg, tehát rengetegszer átfut az agyamba az, hogy az, ami ténylegesen majd színpadra kerül, az mi is lesz voltaképpen. Tehát, hogy én tulajdonképpen már saját magamban elképzelem azt a pillanatot, ami majd ott meg fog történni, úgymond, és a közönség előtt az láthatóvá lesz. Tehát, hogy én ezekben látom azt, hogy mekkora potenciája van, és mekkora ereje van, mondjuk ez például világszerte, vagy világszinten, mert ugye ezek mind a kettő, tehát a Fekete Színház is, és az Árnyék Színház is egy nonverbális produkció, ami érzéseket tud közvetíteni a közönség számára, és a világ bármely pontján bárki meg tudja érteni. Tehát például 2011-ben voltunk Kínában a kínai világkiállításon a Fekete Színház produkciónkkal, és a kínai közönség felállva tapsolt. Tehát úgy, hogy akkor látott minket először. Érzéseket mondtál, akkor én ugrok is, megnyertétek ugye a Got Talent-et, és számomra is az egészben az volt a legfelemelőbb, szó szerint felemelőbb, hogy gyakorlatilag szerintem mindenki megkönnyezte azt a produkciót, és érzést mondtál. És egy művésznek szerintem ennél nagyobb dolog nincs, tehát nem a pénz számít. Amikor ez megtörtént, akkor milyen érzések voltak benned? Ez egy fantasztikus dolog, tehát hogy mind a mai napig érezzük ennek a hatását. Tehát bármerre járunk a világban, mindig mindenhol találkozunk olyan emberekkel, akik felismernek, és akik tudják, hogy mi ez a produkció. És mind a mai napig nagyon érdekes dolog, hogy olyan érzelmet váltottunk ki az emberekből, és olyan úgy megindítottuk őket, hogy mind a mai napig, ha visszaemlékeznek erre, akkor azt mondják, hogy kirázza őket a libabőr, és teljesen feláll a szűr a hátuk. Tehát, hogy annyira jó érzéseket keltettük az emberekbe, és annyira meghatottuk őket, hogy ezt nem felejtik el. Tehát én azt gondolom, hogy ez az igazi
produkció, és ez az igazi élmény is az, amit egy művész adhat a közönségének. De abban a pillanatban mindenki azt gondolta, hogy akkor most ugye tényleg amúgy világhírűek lettetek, de akkor világsztárokká váltatok, és mondjuk irány lesz fogasz, ugye befutása több, és ugye a mai napig egyébként én sem tudom, hogy valójában mi történt, mert nyilván búvállapok ugye mindent írnak, nem tudom, hogy ugye annyi év után, hogy még a milyen szerződés, titokszerződés, meg stb. Gyakorlatilag van rátok, mi vonatkozik, de valójában ott mi történt, hogy ott igazából az a Las Vegas-i gyakorlatilag show, amit vártunk, ugye az úgy elmaradt. Nézd, az a Las Vegas-i történet az egy bulvár hír volt, ami hirtelen így felkapódott, és ugye ez mindenkibe így lecsapódott, és a sajtó ezeket szereti fölkapni, amikor a dollár milliók és a milliárdok pörögnek mindenfelé, de azért nem ilyen egyszerű ez az egész történet, és a másik pedig az, hogy mi szerettük volna megtartani a művészi értékét a produkciónak, és lehet, hogy ezzel egy kicsit földhöz ragadtak vagyunk, de nem feltétlenül akartunk beállni egy ilyen sorba, amikor csak pörgetik a produkciót, pörgetik, kihatják belőle, amit lehet, és aztán kidobják valahová, hanem egy kicsit így mi tudatosan mentünk előre, és nem egy produkciót szerettünk volna sok közül, hanem a produkciót megalkotni. Szóval te voltál szigorú és következetes, hogy nehogy egy csapdába esettek bele. Hát abszolút egy ilyen, de mind a mellett azért egy ilyen Las Vegas-i produkciót, egy ilyen residence show-t nem mindenki tudja egyébként, hogy mi a residence show. Tehát a residence show az egy önálló produkció egy csapatnak, ami egy egész estés produkcióról beszélünk, és ez több éven keresztül tart. Tehát minden áldott nap, minden este, vagy akár lehet, hogy egy este kétszer is. Tehát ez egy nagyon nagy előkészítést igénylő folyamat, megvannak a szabályai, megvan az is, hogy például itt hány amerikai táncost kell kötelezően alkalmazni. Tehát hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog, hogy na most akkor kiugrunk. Tehát olyan dolgot lehet csinálni bármikor, hogy Las Vegasba valamelyik műsornak egy részébe részt veszünk, és akkor itt vagyunk, de egy önálló residence show az teljesen más. Tehát ott például, hogyha valamelyik sikeres, akkor 8-9-10 évig is ott van. Na, milyen sót szeretnénk? És ezen dolgoztunk. És ezen dolgoztunk, ezügyben voltatok most Vegasban is. Ezügyben is, persze. Hát, itt akkor azt kívánom, hogy akkor ez nagyon-nagyon hamarosan jöjjön össze, és sikerüljön egy tető alá hozni egy ilyen szerződést. Hát figyelj, végülis az asztalra már letettétek a produkciót. Asztalra mindig le kell tenni a produkciót. Tehát mi mindig is ugyanazt vallottuk, hogy a legkisebb helyszín és a legnagyobb helyszín is mindig ugyanazt a minőséget kell, hogy kapja a közönség. Mindegy, hogy most esetleg ott 5-en vannak, vagy esetleg 100-an, vagy esetleg 20 000-en. Tehát, hogy számomra ez mindig egy olyan dolog volt, ami teljesen mindegy. Mert nekünk mindig azt a maximális jó dolgot kell mutatni, amit tőlünk várnak, vagy amit tőlünk remélnek. És például ugyanez volt, amikor mert ugye a nagy közönség nem nagyon tudja, hogy mi történik velünk, mert a médiából, mint olyanból azért úgy eléggé kivonultunk, tehát nem nagyon léptünk bele ebbe a napi bulvár sajtóba, hanem csak tettük a dolgukat, csináltuk, amit kellett, és nem igazából egy celebbé akartunk válni, hanem csak jól akartuk csinálni azt, amit eddig is csináltunk. Kellő alázat és szerénységgel, hogy a kazinborckiak szokták. Egyébként már nagyon sok kazinborcki van, aki a saját szakmájában akár világhírű lett egyébként, de csak országos. És én azt tapasztaltam, hogy mindenki megmaradt a földön. Hogyan sikerül megmaradni a földön egy olyan sikerek után, amit ti átéltetek, mert azért nem mindenki sikerül. Ha más nem, beleszabolunk a drogokba, a celeb világba, úgy érzik, ugye, hogy a bulvárlapokba kell szerepelni. Viszont amit te most elmondtál, ez nagyon szimpatikus, hogy ti nem azt tudod választhatátok, hanem alázattal tovább dolgozni, stb. Szerintem fontos, hogy ez megmaradjon, mert az ember ilyenkor, ha esetleg valami történik vele, akkor nem is esik akkora nagyot. Tehát ez sem egy elhanyagolható dolog, mert azért elképesztő dolgok vannak ebbe a sztár életbe. Tehát, hogy ami utána történik velünk, és ami mind a mai napig történik, azok olyan szinten repkednek a dollármilliók, mint hogyha éppen arról beszélnél, hogy most lemegyek a közértbe. Nem volt olyan pont, ahol egy kicsit úgy az ember azt érezte, hogy megszédül ettől? Van az a sok pénz, a csillogás, azért megszédít. Nem volt olyan pillanat, amikor, ahol önuralmat kellett tanulnod? Szó szerint, hogy eldöntött, hogy én abban az irányban nem akarok, hanem ebbe megyek. Rögtön ebbe a pillanatba beleestünk, amikor megnyertük ezt a versenyt. Mert abban a pillanatban, ahogy megnyertük a versenyt,
én leültettem az egész csapatot az öltözőbe, és azt mondtam, hogy srácok, most mindenki üljön le, nyugodjunk meg, szedjük össze a fellépő eszközeinket szépen a színpadról, mindent rakjunk össze, csomagoljunk be, és majd utána megyünk leünnepelni. Tehát, hogy én már azt az első pillanatból tudtam, hogy ez egy nagyon nagy dolog volt, tehát tényleg hát az, hogy most már több mint 250 millióan nézték meg a műsorunkat az interneten, tehát ezek azért nagyon nagy, fantasztikus számok, és az, hogy megadatott a lehetőség például az, hogy Kínába például mi voltunk az egyedüli külföldi, illetve nem az egyedüli, hanem kettő külföldi felkért vendég volt a Kína legnagyobb rendezvényén, Sophie Marceauval léptünk fel ugyanabban a műsorban, és több mint 1,3 milliárdan nézték élőbe ezt a műsort. Tehát ezek hatalmas nagy dolgok, és az, hogy felkértek minket arra, hogy csináljunk egy olyan jelenetet, amit Kínát mutatja be, tehát hogy ez egy hatalmas nagy dolog szerintem, hogy egy magyar csapattól kérik azt, hogy mutassuk be Kínát, vagy például azt mondom, hogy a dán királynőnek a 75. születésnapjára kértek meg, hogy a dán királynőnek a életét dolgozzuk fel egy jelenetbe, és azt adjuk elő ott előtte. Szóval ezek szerintem minden dolgot elmondanak, amit erről kell tudni, és ez szerintem mindennél többel felér a számunkra, mint bármiféle anyagi honorálásra ennek a dolognak. Kíváncsi lennék azt, hogy például a tánccal hogyan lehet kifejezni egyébként, ugye sokat szoktunk beszélgetni manapság, és nem politizálunk, de szólásszabadság és egyéb dolgok. Táncot ki lehet ezeket fejezni egyébként? Ki lehet fejezni szerintem, de ez a speciális dolog, amit mi csinálunk, ezzel olyan csodálatosan lehet történeteket elmondani, és olyan egyértelműen lehet dolgokat kifejezni, amit mondjuk például a Fekete Színházzal nem lehet így. Nagyon sok művész, filmes, zenész és egyéb más művészi területről az ember belefogalmazza magát is egy kicsit, illetve ami az életben pozitív vagy negatív dolgok történtek. És nyilván tudatosan bele lehet fogalmazni bármit egyébként a művészetbe. Nálad fordult már egyébként elő olyan, hogy ugye valami, mondom, vagy negatív, vagy pozitív, nagyon nagy dolog történt veled, és utána úgy komponáltad azt a táncot, vagy maga ugye azt az előadást, hogy igenis, hogy benne legyen. Hát persze minden ember beleteszi saját magát ezekbe a dolgokat, és saját magából táplálkozik. Természetesen, tehát hogy vannak ilyen részek, például amit a semifinalbe csináltunk, ugye itt a Britain's Got Talentbe, az valamilyen szinten a saját élettörténetemet is beledolgoztam ebbe, édesanyám elvesztését. Tehát igazából persze, tehát minden kis részlet belekerül. Táncba, hogy milyen ügyesen bele lehet fogalmazni. Nem is gondolnánk, ha hirtelen csak így beszélgetünk, akkor nyilván az ember nem a táncművészetet veszi legjobban ugye oda, hogy ezt bele lehessen tenni mondjuk ezeket a dolgokat. De most, ahogy mondtad, így van, tehát már én is emlékszem arra a produkcióra, amikor ugye van a temetési jelenet, és ugye most mondtad, hogy mi is történt. Igen. Alapvetően ugye ez a műfaj, amivel mi dolgozunk, ez több, mint tánc. Tehát, hogy itt igazából a tánc is egy eszköz benne, amivel át tudunk adni emóciós dolgokat, de azért itt ez sokkal többről szól. Tehát itt olyan képeket használunk föl, amiben az emberekben gondolatokat ébresztenek. Tehát, hogyha például azt nézzük, hogy az auditionben, amiket előadtunk, azok képek voltak, és a képekhez rendelték az emberek az érzéseiket. Tehát ők képeket láttak, és beleképzelték magukat ebbe a helyzetbe, de amit a semifinalbe csináltunk, az már sokkal-sokkal nehezebb volt, mert ott érzelmet kellett a mozdulatokkal, a történésekkel átadnunk, és az egy teljesen más, tehát hogy nagyon-nagyon szép műfaj, tehát én nagyon szeretem. Váltsunk témát, hiszen itt vagytok az Egyesült Államok, szerintem egyik legjobb államában, Kaliforniában. Milyen gondolataid van, amikor te itt vagy? Egyáltalán mit gondolsz Kaliforniáról, mondjuk Los Angelesről? Hát szerintem a szabadság városa, én azt gondolom. Tehát, hogy tényleg annyira nyitott, annyira dinamikus, lüktető. Tehát én azt éreztem belőle, most vagyok egyébként itt Los Angelesben először, de olyan egyik pillanatról a másikra kerülsz át egy másik közegbe. És mindennek más a lüktetése. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Mondjuk mi a különbség mondjuk Las Vegas-szal kapcsolatban? Az egy külön világ. Én azt kell mondjam, hogy ez teljesen más világ.
teljesen más világ, de a világ bármely pontján, amikor járunk, mindegyik teljesen más, és mindegyik egy más színfolt. Hát a Las Vegas az mint egy hatalmas Balaton. Egy hatalmas jófok. Igen. Szóval hihetetlen. Tehát ott hihetetlen dolgok történnek meg, de elképesztően nyüzsgő. És hát egy nagyon jó. Tehát, hogy már alig várjuk, hogy már betehessük oda a lábunkat. Mi az, amit hazavinnél magaddal Amerikából? Azt az életérzést, amit itt az emberek éreznek, és azt a fajta nyitottságot, ahogy a másik ember irányába fordulnak. Szerintem ez az, ami legjobban. A világon sok helyen voltál egyébként. Melyik a nehéz nyilván kiválasztod, de melyik a kedvenc városaid, és egyébként miért? Én mindegyiket szeretem igazából, mert mindegyikbe meg kell találni a szépséget, és mindegyikben meg is lehet találni a szépséget, ugyanúgy Kínában is. Tehát, hogy Peking például első látványra visszataszító, lehet, hogy még másodszorra is, de aztán szépen úgy meg lehet találni benne azokat a kis momentumokat, amitől úgy jó. De Kínában én nagyon szeretek ott, mert ott olyan vicces az egész történet, mert nem beszélnek például Pekingben, nagyon kevesen beszélnek angolul, ezért magyarul szoktam hozzájuk beszélni, és tökéletesen megértjük egymást. Magyarország mit jelent számodra? Hát Magyarország egy borzasztó nagy büszkeség számomra szerintem. Egy nagyon szép ország, én nagyon szeretem Budapestet, ezért is döntöttük úgy, hogy a rezidenciákat ott tartjuk, a Britain's Got Talent után hívtak, ugye, hogy menjünk Angliába, legyünk ott, költözzünk ki, de mi megtartottuk Magyarországot magunknak, ott, hogy mi ott szeretnénk, onnan dolgozunk, és onnan megyünk külföldre. És ez idáig tökéletesen működött. Hát nem tudom, tehát hogy ha ez a Residence Show ugye itt létrejön Las Vegasba, akkor viszont döntenünk kell majd. Tehát, hogy az egy nehéz döntés lesz. Mit várhatunk egyébként a jövőben mondjuk tőletek? Milyen produkciók jönnek? Hát sajnos most nem árulható el, mert most ezek, amik itt tárgyalások voltak, ezek most nagyban meg fogják határozni az elkövetkezendő hónapjainkat. Úgyhogy most erről még nem tudok nyilatkozni, de az biztos, hogy többet leszünk kint most Amerikában, most az elkövetkezendő időszakban. Például kíváncsi lennék, hogy Los Angelesben mikor láthatunk? Hát szerintem hamarosan. Hamarosan? Igen, remélhetőleg most ezen dolgozunk. Remélem, hogy ez hamarosan valóra válik. Úgyhogy sok minden fog történni most az elkövetkezendő hónapokban velünk. Ezen dolgoztunk már idestúva jó pár éve, hogy ez az álom, amit mi elképzeltünk, az valóra váljon. A művészeknek nagyon fontos a család. Mögöttük álljon a család. Igen. Te hogy vagy ezzel? Nagyon fontos a család, úgyhogy most is itt együtt vagyunk. Ez egy hatalmas élmény a gyerekeknek is. Mind a mellett, hogy dolgozunk, tehát ők ezt már megszokták, mert számtalanszor volt olyan, hogy például most volt ugye egy turnénk Mexikóba, az egész estés műsorunkkal, és ott például két hétig Mexikóban voltunk, akkor hazaérkeztünk, egy napra találkoztunk, és aztán már mentünk is Madridba. Tehát, hogy azért elég sok fellépésünk van, ezért próbálunk minél több időt a gyerekekkel tölteni, és az, hogy ez az együtt töltő idő, ez egy élmény is legyen. Mint ha most te ülnél itt, és beszélgetnél magaddal, mi az, amit feltétlenül megkérdeznél? Nézd, azért nagyon sok érdekes dologról beszéltünk, és olyan dolgokról. Én szeretem az ilyen interjúkat, nem sok ilyen interjúban van részem, ezt megmondom neked őszintén. Amikor úgy tényleg emberileg megkérdezik, hogy mi is történt veled, sőt, van, aki azt mondom, hogy még azt se tudja, hogy egyáltalán kivel is beszélget. Nézd, hát hogy mi az, amit még tőlem meg lehet, rengeteg dolgot meg lehetne még tőlem kérdezni. Csak ne olyat mondjál, amit ezerszer megkérdeztek. Újszerű dolog, ami mostanában jött, és ez egy nagyon nagy büszkeség a számomra, az, hogy Kína egyik legismertebb rendezőjével dolgozhattam most együtt az utóbbi 3 hónapban. Ő rendezte egyébként a pekingi olimpiának a megnyitóját és a záró eseményét, tehát ő egy hatalmas nagy elismert ember ott Kínában, és ő kért fel arra, hogy dolgozzunk együtt, és neki volt egy önálló estje a pekingi operában, egy fantasztikus produkció, és ennek egy részét komponáljam meg én. Erre adott nekem szabad kezet, és ebben dolgoztunk együtt, és ez egy nagyon-nagyon különleges munka volt,
ez részben árnyékprodukció volt, részben videomapping, részben egy olyan interaktív show, amiben például képzelj el, hogy a modern technológia, tehát robotkarok, tájvani ütős hangszeresek, egy kínai táncos, és én adtam hozzá a kreativitást, hogy mi történjen a színpadon ebben a 8 percben. Hát ez egy újszerű kihívás volt, mert ez egy olyan műfaj volt, amiben én még azelőtt nem dolgoztam, de abszolút el tudtam képzelni, hogy én ezt hogyan is vinném színpadra. És ez egy olyan dolog volt, hogy a táncos például a talajon táncolt fekve, felülről egy kamera rögzítette az ő mozgását, és ezt egy hatalmas 8x8 méteres vászonra vetítették ki, hogy ő, amit a talajon úgy csinál interaktívan, hogy nem lát az égvilágon semmit belőle, az tulajdonképpen egy kép, amiben ő benne táncol. Tehát ez egy hihetetlen, ezt meg lehet nézni majd az interneten, egy-két részlete fönt van már, de ez egy nagyon újszerű produkció volt, és mindez természetesen úgy, hogy a robotkarok azok be voltak programozva egy mozgás folyamatra, és ez a mozgás folyamat vetült rá a padlóra, amivel interaktív akcióba került a táncos. Köszönöm szépen, hogy ellátogattál és megtisztelted ezt az autót, hogy itt beszélgethettünk, és ami legfontosabb, én nagyon sok sikert kívánok neked és a családodnak, és nagyon szép napokat töltsetek el itt Kaliforniában, Los Angelesben. Köszönöm szépen, és örülök, hogy veled beszélhettem. Nagyon nagy élmény volt.